Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat ezen a szép ünnepi napon, amikor is Jász és Kun őseink nagy cselekedetére, nagy tettére emlékezünk, ugye az 1745-ös Jász-Kun redemcióra. 277 évvel ezelőtt a Jász-Kun 3-as kerületben lakók pénzért váltották vissza örökös kiváltságjogaikat, amit a török háborúkat követően 1702-ben veszítettek el. Kitartás és összefogás kellett hozzá, hogy a kerületben élők több mint 40 év után elérjék a redemció engedélyezését 1745. május 6-án. A történelmi eseményre emlékezve az elmúlt hét végén pénteken Jász kapitányok, a város vezetői, a Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai, valamint a Jász kerület non-profit Kft. Munkatársai koszorúzták meg az ünnepség sorozat felvezetéseként a Jász-Kun redemciós emlékoszlopot. Molnár László tárogató játéka invitálta az érdeklődőket, valamint a Jászkunság előjáróit és hagyományőrző közösségeit, hogy a Jász emlékműnél helyezzék el az elődök helytállásáért tisztelgő koszorúikat. A jászsági, valamint a nagy- és kiskunsági polgármesterek, Jász és Kun kapitányok közösen emlékeztek. Az önmegváltás végigvitelének emléke napjainkban is alapvetően határozza meg a Jász-Kun identitást. A több mint 2,5 évszázada lezajlott esemény sor jelentőségét mutatja, hogy a Magyarországgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A történelmi zászlók és a jászok kürtjének bevonulása jelezte a Lehel Film Színházban rendezett díszünnepség kezdetét, majd a Jász himnusz, valamint a Kun mi atyánk hangzott föl. Budai Lóránt Jászberény polgármestere köszöntötte a résztvevőket, úgy vélte az összefogás erejét az utóbbi években is többször bizonyították a jászberényiek. 2019-ben, amikor nemet mondtak a hatalom bökkentiségének, és igent mondtak a tisztességnek és az igazságnak. Rögtön ezt követte 2020, amikor egy pandémiás, vírusos helyzetben az akkori gazdasági bizonytalanság hatására egy közösségként mozdultak meg, és több millió forintot gyűjtöttek össze azért, hogy a láthatatlan ellenség ellen tudjunk küzdeni. Majd ezt követte 2022 tavasza, amikor is egy háborús helyzet tört ki a szomszédunkban, és szintén egy emberként, mindentől függetlenül több teherautónyi adományt gyűjtöttek össze. Borbás Ferenc, emeritus Jász-Kun főkapitány a redemció emléknappá nyilvánítását idézte fel. Egyre több iskolában sikerül már megünnepelni május 6-át. A pandémia után újult erővel indulhatott el a hagyományőrző munka, mutatott rá. Az az identitás, amit mi az utóbbi években itt létrehoztunk, az egy nagyon fontos, mert ez a mindennapi életünket is segíti, amikor gyerekeinket, unokáinkat neveljük, és átadjuk nekik a régi tudást. A hagyomány az olyan, mint egy láthatatlan szövet, amely behálózza az életünket, és segít abban, hogy eligazodjunk. Mert bizony szükség van arra, hogy ezek a kis közösségek segítsék az eligazodást. A redemció máig ható üzenetét és jelentőségét méltatta a térség országgyűlési képviselője. A redemció kötelez. A jászok, a kunok génjeikben hordozzák, kimondhatatlanul is képviselik, hogy a szabadságunk és a függetlenségünknek soha többé nem lehet ára, mert annak értéke van. Az ilyen emlékezésnek különösen nagy jelentősége van abban az Európában, amelyben egyre kevésbé hisznek a sorszerűen szervesen kialakult család és nemzeti közösségekben. Miközben a hagyományőrzés fontosságát, a jászok és a kunok összefogását hangsúlyozta, a képviselő jelezte, a szabadság, amiért elődeink harcoltak, nem alakulhat át soha szabadossággá. A jászkunság egy történelmi, sajátos történelemmel rendelkező csoportosulás, és úgy tűnik, hogy 1872-ben ugyan hivatalosan megszűnt, mint önálló kerület, de minthogyha ma is minta lenne, és szélesednének a jászkunság határai.
Az egykori Jászkun 3-as kerületben élő példát adó történelmi tettének napjainkban is érzékelhető hatásairól szólt dr. Őrsi Julianna, miközben felelevenítette a 18. századi eladatás, majd a visszavásárlás történelmi csomópontjait. A redemciós díszünnepség záró akkordjaként 9. alkalommal adták át a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat. A jászságból az elismerést idén Bolla János emeritus jászkapitány vette át, a nagykunság díjazottja Karácsony Sándor rendező operatőr, a kiskunságból pedig dr. Rosta Sándor múzeumigazgató számára adták át az emlékplakettet.